Az Otti Voice and Buzz adventi koncertjét még az ünnepi díszkivilágítás nélkül hallgathatta meg a közönség. Vasárnap délután nagyon sokan gyűltek össze azért, hogy a tavalyi kihagyás után részese lehessen az ünnepi pillanatnak. Cserpalkovics András köszöntőjében hangsúlyozta, különleges jelentősége van annak, hogy most együtt lehetünk, és arra biztat mindenkit, vigyázzunk egymásra, de éljük meg a várakozás időszakát. Találkozzunk! Mosolyogjunk, adjunk egymásnak szeretetet, gyülelést, készfogást, és azt, hogy igenis emberek, közösségi lényként éljük meg keresztény kultúránk egyik legszebb időszakát. Egy születésnapra készülünk, születésnapra pedig ünneplőbe szoktunk öltözni, nem csak kívül, hanem belül. Spányi Antal ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy adventben igazán arra kellene törekednünk, hogy mi magunk legyünk ajándékká. Az adventban igazán arra kellene törekednünk, hogy mi magunk legyünk igazi ajándékká. Vásárolunk, csomagolunk, átadunk, örülünk, de talán az egy perc öröm. Több lenne, hogyha magunk életét tudnánk úgy formálni és alakítani, hogy mi legyünk ajándékká. Hogy a szeretetünket ki tudjuk mutatni. 5, 4, 3, 2, 1. Az ünnepi fényeket Székesfehérvár polgármestere két nevelőszülőknél élő kisgyermekkel, Kisdalmával és Horváth Attilával közösen gyújtotta fel. Az ünnepi díszbe öltözött belváros egészen szilveszterig várja látogatóit.